Üdv mindenkinek, lehet, hogy Isaac üdvözöl mindenkit, és Isaac most nem volt feledékely, hanem emlékszik arra, hogy anyák szíve elpusztult. És hatalmas karakterválasztékünk van, Blue Baby-n kívül mindenki. Kivel legyünk? Hát én ezt a kérdést megválaszoltam, legyünk Judással. És nézzük, mire jutunk. Ugye Judás az egyik, hanem a kedvenc karakterem, így Kane mellett. De igazából abban az időben, főleg amikor nem volt Wrath of the Lamb, akkor csak a lejátszottam egy idő után, mert hogy a legnagyobb kihívás és a legélvezetesebb a maga sebzésével. Úgyhogy örülök, hogy most újra itt van. Ó, hát ha keveseltük volna a sebzést, akkor ez a probléma már is megoldódott, bár sok okunk nem lett volna rá. Dur plusz sebzés és még egy item a kis kollekciónkba, aminek én rendkívüli módon örülök. Aminek szintén rendkívüli módon örülök, majd az az lesz, hogyha ez a hülye meghal. Magadnak, aminek szintén rendkívüli módon örülnék, azt sajnos csak feltételes módban tudom eddig mondani. Ez az lenne, hogyha kapnánk néhány plusz életerőt, nem lett öngyilkos sajnos, kettes ágra ellenfelé, de meghalt. Két bomba, és ebben jó esetben egy kulcs, nem, de ez a 2 cent sem rossz, vagy legalábbis nem teljesen értéktelen. De továbbra is azért ne felejtjük, hogy Judással minden pillanat az játék elején legalábbis maga az életveszély, és rendkívül jó lenne, hogyha majd találnánk mondjuk ebben a boss roomban némi plusz életerőt, és szerintem szeretnék 15 centet magamnak már a játék elején, mert ez tök jó, és tudom, hogy ez a secret room, de azért minden égés megpróbálja az ember. 21 centünk van már most, és ez tök jó. Larry Jr. pedig remélhetőleg nem fog nagyon megszivatni, mert ez egy nagyszerű kezdés, és tényleg egyetlen dolog, ami elronthatja, az, hogyha meghalunk. Ami magától értető, nem sok kezdésnek teszi, ha az ember meghal. Larry. Nagyszerű. Larry, hogy nem volt kedve ehhez. Szóval nem kaptuk meg a plusz életerőt, amire úgy áhítottam, de plusz sebességet kaptunk, ami Judásként egyáltalán nem elhanyagolható bónusz egyébként ugye a játék elején, mert egy picit lassú, amikor neki lát a dolgoknak, és szintén fontos lenne egyébként egy-két kulcs most már ezen a szinten, egyrészt a bolthoz, egyrészt az item, másrészt az item roomhoz, egy már meg is van. Valószínűleg a boltra fogom szállni, és a curse roomba, ugye mondanom sem kell, hogy nem megyünk be, és mondanom kell viszont, az egy sztori, amit már nagyon sokszor elmeséltem, egyszer sikerült kinyírnom. A sztoriam szerintem már nagyon sokszor elmeséltem, hogy első Wrath of the Lamb köröm úgy kezdődött és végződött, hogy kiválasztottam Judást, egy ilyen mellett spawnoltam, bementem, és holtán jöttem ki. Óóó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 
ilyet először. Hát ha egy halálos piros lövés nem volt elég, most már van három. Ami tök szép és jó, most már csak az kell, hogy a játék megajándékozza minket némi plusz életerővel, ez micsoda. Ne legyél szar. Ha-ha. De ez eddig tökéletesen alakul nagyjából. Egyetlen rossz szavam sem lehet. De lehet, hol a hol a Rolls Royce, és hol a Cabrio, és hol a yacht. Meg hol van a piros szív, ami betölti ezt a konténert, amit most kaptunk, mert azért az oké, hogy lehet több életerünk, de momentán még nincs. Talán itt megtaláljuk, amire vágytunk, igen. Például létrát is, amit én azért fogok megvenni, hogy a kollekciómba bekerüljen, eddig én is emlékeim szerint nem vásároltuk meg. Hello, hát te egy könnyű ellenfél vagy. Főleg itt háromszor lövök. Dúr. Az Emperor kártya az valószínűleg egy későbbi szintre fog maradni. És azt hiszem itt az idő, hogy meglátogassuk ő bosszságát, aki valószínűleg nem fogja sokáig húzni. És nagyon remélem, hogy nem fogja sokáig húzni. Jó, dupla pici monstro. Nem hiszem, hogy különösebben meg kéne tőlük ijednem. Főleg nézzétek már, micsoda brutális sebzésem van. Hát ez elképesztő. A játék elejére. Basement boy! Teljesítettük a basement szintet, anélkül, hogy eltaláltak volna egyszer is. Nem is vettem észre. Itt van-e valami izgalmas? Van brimstone meg macskafej. De mivel most ugye nyerni szeretnék, és szeretnék minél többet nyerni, két szíves ördögüzletet nem fogok megvásárolni, nem tudtok rávenni sajnos. Tudom, macska item. De ennek most nem volt itt a hely, és az ideje, azt kell, hogy mondjam.
tudom, szemét vagyok. De egyébként azt a számít, hogy nem voltam hajlandó kockáztatni az életemet, vagy éppenséggel pont ezért nagyszerűen állunk. Három életerő, három lövés, hatalmas sebzés, plusz sebesség. Nagyjából mindent megkaptunk, amit Judással meg akarhattunk kapni az első két szinten. Nem mondanám azt garantáltan, hogy ezzel a felállással igazán hogy ezzel meg tudom nyerni a játék hátralevő részét, de igazán meg kéne tudnom. Reméljük, hogy nem kell kipróbálnom ezt, és a játék a továbbiakban is fog nekünk adni finomságokat. Jui! Szerencsére még élünk, és még virulunk is. Újabb kulcs, amit most az item roomra szállunk, mert messze nincsen elég. Áó! Pénzünk a bolthoz. Ne legyél szar. Nem vagy szar. Őt már felvettük egyszer, nem? Tehát nem kell az, hogy a kollekciónkhoz hozzáadjuk, akkor meg köszi, lemondok róla. Hát most először így az eddig oly fényesen csillogó gyémántunkról kiderült, hogy egy picit csiszolatlanabb, mint hittük. Ilyen kár. Nem, sajnálatos módon nem tökéletes, és a gyémánt sem örök, ugye tudjuk. Hiszen Priestley volt az, aki talán bebizonyította, vagy Lavoisier, nem tudom, hirtelen melyik fizikus volt az a kémikus, aki hát így szétborlasztotta a gyémántot a közönség nagy döbbenetére. Már nem emlékszem pontosan részletekről, rég olvastam róla nagyon. Nem ma volt. Valaki abból az időszakból, az biztos. Minden esetre halom finomságot szereztünk ebben a szobában. Itt pedig remélhetőleg szintén a finomságot szereztünk, hát egy könnyű boss az biztos, ami finom kategória. A gyilkossági képességünk szintén eléggé Incsi és Fincsi, a két jó barát, ugye? Na, ez lesz a... Ó! Ez egy Joker kártya, de sajnos nem az, ez egy Joker kártya lett volna, megtartottam volna a játék legvégéig, hogy idő előtt lemessünk a pokolba, de ez egyelőre legalábbis nem történik meg. Itt vajon most is pókokat találunk, nem? Egy Spirit Heartot, aminek a felét hogyan be kell áldoznunk kifelé menet, de végig is ugye nettó pozitív jöttünk ki ebből a kis projektből, van egy kulcsunk, de 7 centtel nincs az Isten, hogy boltba menjek. Mehetünk is tovább. Sajnos a katakombákban ugye eltaláltak, vagy hát ezen a két szinten ugye eltaláltak, tehát ezt az achievementet most nem fogjuk tudni kilőni, de még van időnk rá. 1 cent. Hát meg tudjuk szerezni végül is csak ingyen, úgyhogy miért ne. Ilyen a létra ugye. Megőriztem a higgadságomat, és ezért nem gyilkoltak le. Remélhetőleg most se fognak. Nagyszerű. Ha nem gyilkoltak le alatt, természetesen azt értem, hogy nem találnak el. Annak a valószínűséget, akit megölnek engem, nagyjából nulla felé konvergál. Úristen! Jöjjj! Erre elhasználnám a bukott világot, ha nem lenne pont itt a boss room, amire viszont szintén jól jön. A legokosabb játék most az lenne, hogy elhasználom a bukott világot, megcsinálok pár másik szobát, meg visszajövök boss roomozni, de ahhoz azért lusta vagyok, és annyira ez azért mégsem veszélyes. Nézzük hát, ki van itt. Festivalen ezt a szalad sejtettem. Tudjuk, hogy nem szorított be oda. Azért nem rossz a sebzésünk, ugye? Dur. Angyal szoba! Ó! Hát ugye ezeket is meg kell szerezni előbb-utóbb. A Skekulor nem a legjobb, amit kaphattunk volna, de valami. Úgyhogy tök rendben van. A szint többi részét is vizsgáljuk azért meg, mert nincs rákunk, hogy ne tegyük. Még Greed is igazából jöhet egyébként. Meg ugye van egy item room számunkra, ne feledjük, hogy az kijár nekünk. Az, hogy ennyi gyilkossági képességgel és három lövéseket kiírni, az egy eléggé szomorú dolog. 2, 3. 1, 2, 3. 1. Mellé, 2, 3, 4. Micsoda, hiba van a Matrixban, emberek. Hol a fekete macska? Még egy bomba. Egy item room és egy bolt. Ugye azt beszéltük, hogy most bemegyünk mind a kettőbe, még akkor is a boltban mondjuk nem feltétlenül van értelme. Így már talán több értelme van. Itt pedig megtaláljuk
Ez nem a mulligan sajnos, pedig az egy tök jó item, az ugye akkor csinál egyeket, ha lövünk, helyett az infestation, ami akkor gyárt egyeket, ha eltalálnak minket, ami egy fokkal rosszabb. Szia! Hamarosan el is köszönhetünk tőle, nem tudom, hogy az ott hogy nem talált el, de nem baj. Nem csak te tudsz hármat ülni egyszerre, mamlaszkám. És visszállt. Kulcsunkat is visszakaptuk, amit itt elköltöttünk. A behatolásra, nem az ideális szó, a belépésre. Még egy, hogy néhány szoba vár rám itt jobbra. Nagyszerű. Egy, kettő, szaladjunk. Három, négy, szaladjunk. Még egy kicsit szaladjunk. Úristen, még jobban szaladjunk. Lehet, hogy ez visszafelé el fog engem találni, aminek egyáltalán nem örülök. De ez legalább egy könnyű szoba volt. Még ma akár könnyű nőcske is lehetett volna, hogyha a szoba feminin vagy maszkulin lenne, és ebből a kettőből a nőneműség jeleire adna tanúbizonyságot. Ennek semmi értelme nem volt, amit most mondtam, de azt hiszem nem ez az első és nem is az utolsó alkalom a videóim történetében, amikor totális baromságokat beszélek. Nézzük meg, mi vár ránk idebent. Hát a múltkor megszerzett spirit, fél spirit heartot, most két trollbombáért eladtuk, azt hiszem nem volt túl jó vásár. És ha már trollbombák nézzük, vissza tudunk-e itt menni, anélkül, hogy komolyan megsebesülnénk. Igen! Ó! A francba! Próbáltam megállni. Pedig milyen prő megoldás lett volna, én ezt kinyit. Lusta vagyok elvenni a boss roomig, arra jó volt. Még ez az ásó ugye. Elég egy haszontalan cucc. Ó, köszi az ingyen spirit heartot, játék nagyon kedves tőled is, hogy megkínált minket a nehezebbik szinten. Ó, bomba. Még egy bomba. Még egy bomba. Még egy lövedék. Ez nem is tudom pontosan fejből, hogy mit csinál, de hát miért ne. Ez meg csak zavar, hogy ott van, úgyhogy szedjük ki, és semmi okom nincs rá. Mindenképpen szeretném megakadályozni itt újabb bókok gyártódjanak. Júj, ez közel volt, de szerencsére megúsztam. Még van esélyünk arra, hogy megkapjuk a Dark Boyt, hogyha itt ezen a dupla szinten egyáltalán nem talál minket senki, ami persze elég valószínűtlen. Az tartott messze a legtovább, hogy megszerezzem. Wrath of the Lamb-ben szerintem könnyebb. Nekem még az előtt sikerült. Hosszú-hosszú próbálkozások után. Minden esetre az most nem esedékes. Biztos, hogy dupla, de nem biztos, nagyobb az, hogy dupla depth kell hozzá, hogy ezt az ember meg tudja csinálni. Én erre elhasználom a Luka Bulájot, nem sietünk sehová, boss room nincs a láthatáron, ezek a rohadjanak meg. Tudjátok jó, mennyire utálom ezeket az ellenfeleket, hát végig is olyanok, mint a zombik, csak még rosszabbak, és a zombikat pedig rendkívül utálom ebben a játékban. Neked bizonyos könyvélményeket egyébként is, ez nem sokan fogják tudni, hogy ezzel mire célzok, de nekik jó lesz. Pógjártó ellenfelünk meghalt, lesz egy halom pénzünk az aranyszarból. Aranyszar! Ez kimaradt, elnézéseteket kérem. Nem nagyon fog kelleni ez a pénz nekünk semmire. 40 cent. Ó! Ouch! Na jó, miért ide bemennék, boss room? Mert hát, ha kapunk a dögszobát. Ó, anyucikádat kínálnád meg, fett a sajta. Beszorult a szív mögé. A maszk. Micsoda költői megfogalmazás. Költői megfogalmazás annak, hogy az egész életében szerepet játszó kegyetlen üzletemberből kivillan a szerető férfi, és bevallja őszinte érzéseit álmai asszonyának, és elmondja neki, hogy kurvára idegesíti ez a boss fight, és szeretné, hogyha már nagyon hamar vége lenne, hogy tovább mehessen a kedvenc videójátékában, és akkor a nő csodálkozva néz rá, hogy te videójátékozol, és mi az a játék, mi az a Binding of Isaac, és fúj, ez miért olyan undorító, és boldogan értek, de külön, amíg meg nem haltak, újabb angyalszobát kaptunk, még ez egyre nagyobb és nagyobb baromságokat beszéljünk, benne pedig a Bajcsor Reset nagyon örülne. De menjünk tovább, mert elég sok felfedezni való van még ebben a szinten, például ez a Curse Room, amiben találtunk egy Spirit Heartot, úgyhogy az élet szép. Még azért elég sok egyéb felfedezni való is van, például az Item Room, meg esetleg a bolt, ha lesz rá kulcsunk, 40 centtel valószínűleg van értelme bemenni. Ó, hogy szűnnétek meg! De egyébként tényleg... Ouch!
ezt nem tudom, hogy sikerült ilyen nagyon ügyesen Neo módjára kikerülnem ezeket a lövedékeket. Tiszta Matrixos volt. Isaac grafikája miatt nem látszott. Jó, de nem baj, jön az új Isaac és ez még rondább lesz. Azon még kevésbé fog látszani. Nem igaz, gyerekek? Ezt valaki robbantsa fel nekem? Mondom, robbantsa fel nekem? Nem olyan ára, hogy is találnak. Júj, ebben több hülyeség volt belegyalogolom, nem a Value Spirit Heartunk. Koncentráljunk, annyira nincs sok életem, hogy ennyi balfasságot csinálhassak. Ez nem volt egy jól megvalósított szoba, de van kulcsunk, úgyhogy jól van. De azért annyira nincs messze ám a halál, mint látjuk, de... De picit higgadjunk le, csak egy picit. Kedve annyira higgadjunk le, hogy ezt kinyitjuk, hát ha találunk benne... Egy fakanalat, nem pont erre gondoltam, de ez is egy opció, esetleg ebben valami érdekes, nem? De visszalő rám. Ó, basszus! Elegem van belőletek. Igen, simán lehet, hogy Greed vár ránk a boltban, azt hiszem. Item roomban valami jó, légy szíves. X-ray vision, az végül is tényleg jó. Egyébként gyönyörűen nézünk ki, ezt szeretném megjegyezni. Iránytű, az is fantasztikus. Azt én nagyon-nagyon szeretem, mert nagyon-nagyon sok időt spórol nekem. Találjuk hát meg a két secret roomot, reméljük az egyik azaz lesz, ahol rengeteg piros szív van. Itt nincs. Itt van. Hát ez annyira nem nyerte el a tetszésem. Neked majd valamikor játszanom kell, hogy megkapjam oda egy dollárost. Találjuk meg a Super Secret Secret Roomot is, mert anélkül nem élet az élet. Én akár lehet, hogy itt lesz fent, bár kétlen. Akkor valahol máshol. Előbb-utóbb rá fogunk jönni, talán itt lent. Sőt, szinte biztos, hogy itt lent. Aha. Benne pedig. Ó. Ebből több kulcsunk lesz. Nem tudom, hogy mind a mai napig nem tudom, mit csinál azt itt ki. Több ládánk lesz tőle? Ezt valaki írja már meg Redditre, köszi. Mi pedig mehetünk tovább. Anyánkhoz egyre közelebb és közelebb jutva, megint bekaptuk a nehezebbik szintet, itt pedig egy range up-ot találunk. Nagyszerű. Pontosan erre volt szükségem, ugye mondanom sem kell. Ez a legjobb dolog, ami várhatott ránk itt. Te pedig ronda vagy és hülye. Nem úgy, mint a csokító, mert az ronda és finom volt állítólag. Magam azt nem ettem soha. Te távozz innen. A secret roomban greed van, viszont ez azt mondta, hogy a boltban nem ő lesz. Úgyhogy ha be tudunk majd oda jutni, ami szinte garantált ugye a flat pennyvel, ami 50% esélyt ad arra, hogy mindig amikor pénzt szerzhetsz, kapsz oda egy bombát is. Ez nem bombát, kulcsot, pont ez a lényeg. Szóval hogy ezért valószínűleg ott leszünk majd. Ez eléggé... Ez alakulatosan sokkal rosszabbul is, ezt próbálom most mondani nektek. Még egy ellenfél. Még nulla ellenfél. Kulcs? Kulcs. Tök jó. Ne robbanjunk fel. Ők felrobbantják szépen egymást, nem itt igazából nincs is szükség. Egyébként tényleg az időkérdésen ez a szoba megsemmisítsön magát, csak ez gyorsabb. És valószínűleg, ha nem vagyok hülye, biztonságosabb is. Ups, plusz fél piros szív egyébként, te azt igazán nem kellett majd túléld. Még egy cent, velem jött még egy kulcs, itt pedig egy hülye, aki valószínűleg fel fog robbanni pillanatokon belül. Igen, itt pedig egy bolt benne, ez. Ami most nem is tudom ére nekünk. Bármit vegyünk egy kulcsot, mert miért ne. Valamikor jól jöhet. És szerintem igazából most már mehetünk is boss fightolni, ami azt illeti. Greedet meglátogathatnánk, de minek. Steam Cell-re már semmi szükség. Fennakadtam a létre. Jajaj. Higgadjunk le nagyon sürgősen. Ó, Scapular, elfelejtkeztem rólad, és nagyon örülök, hogy létezel. Fú. Ez nagyon szar volt. Rosszul csináltam, és aztán csöpörtbe pánikoltam. Fiatalok szexuális élete című egyperces sorozatomból hallottatok most egy részletet. Még két kulcs. Nagyszerű. Irány! Felfelé, mivel balra nem mehet a bosszra.
ne találjatok el. A Maestro, az el kell ismernem, hogy egy picit segített most. Az Extra Spirit Heartbeat az egyetlen, amit eddig neki köszönhetek, de az nagyon hasznos volt. Elsősorban egy idegnyugtatónak volt jó, ugye a bózott stílus egyéb finomságok, mert kevésbé jelent olyan hatalmas számszaki változtatást, de, vagy változást, de egyébként nem rossz. Egy kis váveregetés a játéktól, hogy jó vagy, még egy Spirit Heart. Most pedig már egyre nyugodtabbak és nyugodtabbak lehetünk, főleg nem a pofánkban robbannak fel, de simán előfordulhat. Pont. Itt az előző szobában megszerzett Spirit Heartról. Takarodj! 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 Nagyszerű! Majdnem nem vettem fel ezt a fél Spirit Heart, a fél piros szívet, de miért ne lenném fel? Tehát nincs polaroid. Szia, mami! Ez rövid lesz. Főleg, hogy a piros anya, amely olyan, mint a piros arany, illetőleg nekem a legkevesebb életereje. Áó! Nem kellett volna hagyni, hogy rám taposson, az nem szokott jót tenni az embernek, ha rátaposnak, kivéve, hogyha nagyon szolgalelki, mert akkor szokta élvezni, bár ott akkor se feltétlenül tesz neki. Plusz életerő, plusz Spirit Heart, plusz piros szív, plusz minden, nem is lát. Ez jó volt. Hála az iránytűnek, hamar megtalálják a kiutat, és azt is tudjuk, hogy nem erre kell menni. Az unikornis szarv jó, de nem olyan jó, mint ez. Szia, ellenfél! Neked hamarosan véged lesz. Pillanatokon belül, amikor megunod a létezés minden fáradtságát. Nem tűri balsors minden nyűgöcs nyilait, ugye? Kiszállt tenger fájdalma ellen, és könnyeimet ragadva véget vetett neki, közben pedig itt érkezik egy hülye a póniával, ami nekem kurvára nem kell, viszont cserébe legalább baromi a útban van, és sajnálom, hogy nincsen bukott világom erre a izgalmasnak nem nevezhetően, de annál inkább idegesítő küzdelemre, mint egy kis türelmet, amíg ő meghal, ami remélhetőleg nem fog sokáig tartani. Most már tényleg fog sokáig tartani, igen. Fele meghalt, úgyhogy mondjuk a fele meg. És mindjárt jön a halt is. Ó, oh, Little Chad-et miért kapom meg? Nem tudom, de örülök, hogy van. Ezt felvesztük, hogy kollekciónk részévé váljon. Hurrá! Gyönyörűen nézünk ki még mindig. Megyünk tovább. Nem arra kell menni. Erre kell menni. Értem, és ilyes. Ú, de gyors volt haza. Ja, igazából elhasználjuk az Emperor kártyát, mert úgyis az utolsó szünk momentán számukra. Szervusz anyák szíve. Egyik készül anyák szíve, mivel egyszerűbb ellenfeleket ad majd nekünk, mint majd itt lift teszi később, ugye az az embrió forma valami. És egyik észre milyen fantasztikusan jó a sebzésünk. Mert ez nem fog sokáig tartani. Sőt, jól látod, egy elég rövid Isaac epizód lesz, úgyhogy lehet, hogy majd azt hittétek néhányan, majd azt hittétek a magyar nyelv megerőszakolásán, de végülis logikus okokból történt megerőszakolásra történt most itt. Szóval lehet, hogy néhány azt hittétek majd, hogy jaj, hát korán meghaltam. Fiatalon halt meg. És hogy ezért ilyen rövid a videó, de nem, hanem azért, mert baromi egy sebességgel kinyírtuk Mamuci szívecskéjét. Hogy kaphatunk így ördögszobát, és akkor le tudunk menni a pokolba? Lehet, hogy tudom. Aztán nem talált el semmi, úgyhogy előfordulhat, és akkor egy picit még hosszabb is ezt a videó, meglátjuk, hogy ez álom-e vagy valóság. Hát ez valóság. Két Spirit Heart, ezt a ládát nagyiben elkerüljük, és hát láthatjál, ördögszoba! Ó! Benne semmi. Csak egy ajtó. A pokolba! Úgyhogy egy körben két dolgot is letudhatunk, itt nem lesz greed, viszont lesz egy halom pénz, ezzel egy halom kulcs. Nagyszerű. Ez a szoba engem ugye nem érdekel, de ez ráadásul rossz irány is. Bár ezt kinyithatom, azt itt hagyhatom. Sziasztok! Ez tök jó volt.
Úgyhogy néhány pokol szobán át kell rágnom magam, például ezen, ami nem különösebben aggasztó, Spirit Heart, Hello. A pénz meg a kulcs nagyon sokat fog nekem segíteni, ugye? Elhasználnám a Bukok Bilájot, hogyha nem lenne jobb helye itt hamarosan, ugye a sátán elleni harcban. Sok a bomba, meg sok a duma. Bár a sok a duma legyen őszintén ezeknek a videóknak az egy elég szerves része, hogyha én dumálok sokat, ez azért része a let's play-eknek, ugye? Szigorúan a két C-vel és fonetikus írásmóddal. Emlékszem az helyén egy csomó írták, elírtad a let's play-t. Miért így írod? Hát ezt nem így kell írni. Aztán ma már az érdekes voltak a hangok elhallgattak. Sőt, láttam meg, hogy egy páran már hasonlóképpen írják. Szóval öljük meg sátán. Az az okokozati összefüggés, amit a két gondolat rész között volt, az csodálatos. Gyönyörűen időzített bomba volt ez, egyébként a Bukok Bilájhoz sem fog rosszul jönni. De nagyon meg lennék lepve, ha ez a harc bármi nemi nehézséget okozna nekünk. Ouch. Júj! Majdnem belegyalogoltam az óriás lézerbe, de annyira aggódtam emiatt, mintha az lett valamit az utolsó életpontom, ha látjuk, ez egyáltalán nem ez a helyzet. Egy bombát sátán, remélem ízleni fog, úgy látom, hogy tized másodpercek korábban robbant kellett volna. Csináld. Azt hittem, hogy bazi nagy lézert fogsz lőni, lőj bazi nagy lézert, nem lőttél bazi nagy lézert. Kerülgetlek én téged itt, mint a hülye, légy szíves, egy kicsit legyél már kooperatívabb, köszönöm, most meg tudok állni egy pillanatra egy helyben, hogy bántsalak. Hát miért vagy ennyire hülye? Hát nem igaz, hát neked csak meghalnod kell, ez nem olyan hatalmas kérés. Oké, néhány bombával is hadd kínáljálak meg, bár ilyen állásszék, ugye erre opácska semmi szükség nincs, így is úgyis könnyű győzelmet fogunk alatni, bár én hogy simán megnézíthetem magamat, a hülyeségeket csinálok, meg ezek felrobbantam a képenben, ez azért kicsit idegesítő, mert ugye ezeket nem látjuk, úgyhogy mindig mert kitakarja őket a láb, és mind nehéz őket elkerülni, de jelen állás szerint ez teljesen, abszolút, maximálisan érdektelen, és engem is, és mindenki más idegen hagy. Sátán ugyanis meghalt, megszereztük a kibaszott monster menüvet, ami az egyik legaszontalanabb item az egész játékban, és nyertünk! Wow! Ez egy jó kör volt! Yeah! És hogy mindig a jó vége főcím zene szól, nem pedig a nyé, ami így a pokoli győzelmek után szokott szólni. És ha jól láttam, meg itt nem tudom skippelni. De igen. Szóval kétszer haltunk meg valahogy, háromszor kinyírtuk a nyelvet, első, második, harmadik és tizenegyedik befejezés megvan. Jó, itt van egy halom, tudjátok, hogy néha sikerült unlockolnunk most, csak a játék ezt nem közölte velem. És ha minden igaz, én vagyok is kollekciónkat, ami azért még messze van a teljestől, de egy halom szépségünk már van, és ez tök jó. Szóval ez volt a mai Isaac, remélem tetszett nektek, hogy abszolút agyongyaláztuk az ellenfeleinket, és innen folytatjuk legközelebb. Még nem döntöttem el, hogy challenge-ot csinálunk-e, mert annak is megvan a maga bája, vagy a többi karakterem megyünk előbb végig, de lehet, hogy egy megis körre kerül majd sor. Jövő héten kiderül. És ne írjátok be kommentbe, mert addigra már fel lesz véve, de a szándékot értékelem. Innen folytatjuk legközelebb.